Mi volt ez a hang? Mi történt? Srácok! Ki vezeti a hajót? Pusi! De itt van lent! Tudom, hogy ráérek, mert amúgy nincsen semmi dolgom, én vezettem, igen, de úgy gondoltam, hogy megyünk előre, nem lesz itt semmilyen dom, se semmi, és akkor kicsit lejövök pihenni. Oké, na, hol vagyunk, minek ütköztünk neki, mi történt? Remélem, hogy nem járunk úgy, mint a Titanic, meg ilyen nagyon híres hajók, azért ez is eléggé híres hajó. Ez a PGT hajó. Így van, ez a PGT kalandorok hajója. Úristen, egy sziget van előttünk, Dani, gyors kanyarodjunk el! Hát szerintem már kicsit késő, kint vagyunk a szigeten. Mi? Hát, srácok, gratulálok, felfedeztük a vadonatúj Magyarországot, ezt el is foglalom. Itt egy könyv. De szép tanulság ez a sziget. Mutasd már, Dani, ez mi? Ez egy könyv. Hát akkor olvasd fel nyilvánvalóan. Na, ez egy zombi sziget, ezt se támadnak, menekülj, ha tudsz. Mi az a ezt se? Ez valami új nyelv szerintem. Mi? Fel kell fedeznünk. Várj, ezt se? Azt mondtad? Nem tudom, ez egy zombi sziget, ez se támadnak. Jó, mindegy, beírom a Google-t, szerintem este azt akar jelenteni. Neked van neted? Aha. Hívj már segítséget! Nincsen net. Nincs net! Nem fogunk halni! Dani, hát ez egy iPhone, hát persze nincs netet. Osztok neked netet, jól várjál már, na. Nem hiszlek el, komolyan mondom. Mivel osztasz neted, Dani? Mondd el a kapusziddal? Hát, mondjuk ezzel az M4-gyel! Van fegyver? Aha, hát minden kalóznál van fegy. Na jó, mindegy, nem erről beszélünk most. Srácok, mindenki fedélzetre, vissza a hajóra! Na, Szabi, menj le az motorhoz, mondd meg, hogy mi a probléma, diagnosztizáld a problémákat. Húsi... Meg sem is jött a motor, jelentem. Jó, Húsi, te pedig főz nekünk kaját, oké? Okay? És ne ásd el magad teljesen a szemétbe. Na, mondd el, mikor tudod megjavítani, Szabi? Körülbelül egy-két nap. Egy-két nap? Igen. Nem igen, bírunk, igen. De este jönnek a zombik, vagy bár mi van? Előtte még el kell olvasnom, hogy hogy kell hajót építeni, szóval nyugi, meg lesz. Jó, oké, akkor srácok, új ötlet! Kell építenünk egy védett bázist a szigetre, hogy túléljük. Igen! Mindenki benne van? Hát igen! Én akkor most a hajót építsem, mert még el kell olvasnom, az rengeteg idő lesz. Jó, most... gyertek, csináljuk a bázist, és majd este majd megcsináljuk a hajót, na. Csak gyertek, csináljunk valami védett cuccat ide. Úristen. Jaj, ne, inkább hallod, ha jönnek a zombik, lökjük már ki valakit, hogy biztos megeszik-e. Bár, Húsi, figyelj, te nem leszel veszélyben, mert a zombik agyat esznek, szóval nyugi. Igaz, ebben amúgy egy kicsit talán igazad van. Oké, okay, sziasztok! Szia, Husi! De Husi legalább addig... Ja, mindegy, ja, látom, Husi el van. Jó, kéne valóban várjál egy bejárat, Szabi. Lenyit így a bejáratunk. Nem kell bejárat, hát az a lényeg, hogy ne tudjon senki bejönni. Minek akarsz bejáratot? Azért, hogy mi kibe tudjunk menni, mert akkor mi hogy fogunk bejönni? Nem megyünk ki már, itt beépítjük magunkat és nem megyünk ki. Amúgy legyen itt a bejárat. Igen, szerintem valahol legyen akkor egy bejárat. Jó, kéne csinálni valami feljárót. Ide jöttek ablakok, hogy lássuk a zombikat, hogyha itt jönnek. Így legyen a bejárat? Hát jó, oké. Okay. Hát nem, vagy... Jó, oké. Okay. A zombik nem tudják áttörni szerinted a ajtót? Nem tudom. Én nem értek ezzel. Jó. Biztos nem, hát azok buták, nem tudnak áttörni jó ajtót. Oké, okay, mindegy, gyertek srácok, építsük. Husi, jössz nekünk segíteni, vagy mit csinálsz? Mindjárt megyek, csak kutatok a hajón. Jó, oké, okay, legalább a fegyvereket majd hozzad, hogyha tudod. Mivelekat? A fegyvereket? Tényleg, itt vannak fegyverek, de menő. Igen. Jaj, ne, ezt pont neki akartad mondani, hát szerintem mit fog csinálni? Jó, mindegy, jogos, igazad van, de nem baj, csak ide hozzá. Na, csináljunk ilyen menő kilátót. Ja, olyat akarsz. Husi. Igen. Mit csinálsz ott a fegyverekkel? Léci, hozd a fegyvereket, jó? Oké. Okay. Úristen. Ide már nem jöhetsz be, Husi. Istenem. Na majd én azt eldöntem, kisöcsi. Csinálok egy ilyen átjáróton, hogy a hajó és a bázisunk között. Hogy okay, biztos, hogy át tudjunk majd menni. És jó legyen minden. És te úgy mindig ilyen fura voltál? Miért? Most mi a baj? Semmi, mindegy. Srácok, szerinted a kis Husi fura? Nem. Husi. Igen, elég fura. Nem tudom, írjátok le a kommentben, hogy mit gondoltak Husiról, mert hogy igen, egy kicsit fura lett így mostanság. Na jó. Hoztált a fegyvereket, az összeset, de ne lőd ki a töltényeket, de... Oké. Okay. Én csinálok egy védőfalat. Bocsi. Oké, okay, építsük körbe valami fallal így az egészet. De Husi sem fog tudni bejönni, mert nem tudja, hogy működik egy fal. Mindegy, át lehet jönni a hajóról, direkt megcsináltam olyanra. Istenem, na, csináljuk tényleg körbe Dani, az egészet. Dani, Husi felgyújtja a falat. Mi csinál?
Felgyújtja a falat, van nála lánszóló. Szabi, fogd már be! Musi, ne gyújtsd már fel a falat. Nem tudom. Dani, van nála meg iPhone. Én kupán fogok vele vágni. Mert belé már. Mit csinál? Mi bajod van? Husi, gyere ide és segíts nekünk, és ne csak ellenünk legyen, léci. Dobjuk ki a zombitnak, léci. Jó, még átgondoljuk. Átgondoljuk, lehet, hogy legalább jól laknak vele. Ja, még mindig nincs agya, de... Ja. Nem baj, valamit majd, rakunk bele majd ilyen kamu agyat. Na, én szerintem kb. Amúgy körbe is van így építve így a... Már egy kis tarré vittem így ezt a falat, de mindegy, így összekötjük. Na jó! gyertek ide, mert fegyver kiosztás lesz. Jó, na, dobáld nekünk a fegyvereket, Husi! Ez Dani, itt van bele... Hol a fegyver? Hol az Amu? Itt van bele Amu. Működik. Tabi, ez a tiéd. Itt van bele... Nem, mi kell bele? Nem tudom, talán lőszer. Ez... Lőszer. Jó lesz, hogyha nem ugyanazt adod neki, ami kell bele, de mindegy. Ja, meg ez van, ez nem ez kell bele? Mit ütsz le, Dani? Nem is ez kell a falat! Mi az? Rosszat adott, na mindegy. Ó, Istenem, mindegy, hagyjad, jó lesz az. Na, srácok, mindenki készen áll? Husi, adsz valami normális fegyvert és pisszoljon kívül? Elmegyek építeni a hajót, mert nem lesz kész, itt fogunk megrohadni. Jó, csináld a hajót, Szabi, addig. Itt van, nő. Adjál már még fegyvert. Na, olyan kérek, az láncfűrész, az menő. Na, van láncfűrész. Hát, hoztam magamba. Husi, add már ide a fegyvereket. Husi. Köszönöm. Jó, nagyon jó. Igen, csak egy pár golyóba telt az ahhoz, hogy ide állt. Jól van, még valami? Igen, na, még valami van? Van ilyen, amihez van ilyen, nem tudom, fújáltánk, mit tudom én. Jó, oké. Köszönöm, oké. Van ilyen. Jó, van egy fúró, nagyon jó. Jó fegyvereket adsz nekem, Husi. Mi? De én még... Szögetés kalapácsot is adjál neki, mert Dani építés munkát akar lenni. Egy ilyet. Többet nem találok magamnál. Ja, oké, jól van. De még ott van Amu, Dani. Istenem, jó, oké, jól van. Nem tettek róla, hogy ilyen gyorsan dizélsz, vagy ilyen lassan adod a cuccokat. De Dani, még itt van Amu. Istenem, én Husi, én nem tudom, mit fogok felcsinálni, jó? Lökjük ki! Jó, semmi, mindegy, na, gyerünk vissza a bázisba! És készüljünk fel, srácok, a hatalmas zombi támadásra! Ja! Srácok, ne morogjatok már, ne morogjatok már! Dani, ne nézz ki az ablakon! Ne nézz ki az ablakon! Ott van mögötted, itt van bent az ajtó! Nincs senki! Ó, jó napot, uram, miben segíthetek? Kinézd az ajtó! Hello! Te hülye vagy! Mi? Azok zombik! Jézus! Nézd meg, mennyi jött! Úristen! Mi? Mennyi zombi van itt, Jézusom? Rengeteg! Úristen! Ah! Lőjük őket szerintem! Ah! Srácok, lőjetek! Hajtok, leveszem a hangot, nagyon hangos. De, Dani, várj! Állj le! Mi az? Állj! A zombikinak is van joguk, ők is emberek. Én ezt nem csinálom. Elegem van az agresszióból. Gyorsan, ezek nem kellenek. Gyertek, a zombik is emberek! Szabi, te nem vagy normális. Emberek, van joguk a zombiknak. Csak azért, mert te is zöld vagy, ez nem így működik. De, Dani? Így működik, látod, észre se vettek eddig. Őszintén mondva, én most már megmondtam ezt az egészet. Úgyhogy tudom, mit fogok csinálni? Mit akarsz csinálni? Ide csinálok egy kis pattot. És igen. Elkezdek sütögetni. Jól sütöget, de Szabi! Jól vagy? Támadnak! Jól vagy a barátaiddal? Támadnak! Szerintem nem annyira kedvelnek. Szabi! A zombiknak is vagyunk, ez csak átmeneti, előbb-utóbb megszeretnek. Nem hiszem, hogy meg fognak szeretni. Szabi, sajnálom. Ne! Szabi, gyere már fel! Én kiállok, értetek, zombik! Na jó, Dani! Van egy eltitkos fegyverem, amit nem adtam oda senkinek! Titkos ami fegyvered? Nem más, mint. Mi ez a hang? Mi? Öljed, Dani! Van joguk a zombiknak! Van joguk a zombiknak! Nyugi már! Közben bekapcsolt a narrátor! Jézusom! Srácok, csak lőjetek őket, gyerünk! Mindjárt meg leszek! Téged kell lőni, Dani? Szabi, menj le! Akkor menj le hozzájuk! Amúgy szerintem lehet, Szabi lesz a következő célpont. Dani! Mondjad! Figyelj már! Ez mi? De Dani, mi van, ha csak ölelést akarnak a zombik? Ezt és szeretetet? Ezt nem Szabi agya.
Mi? Azt mondjátok ide! Jogos? Mi az Isten? Feljött! Hogy jött fel? Látjátok, okosak az zombik, ne bántsátok őket! Mármit esküszöm tanulnak! Ez ebből jött ki! Mi? Ebből jött ki! Jézusom! Most ilyen szintes már el innen! Nem tudom! Mi az, hogy nem tudod? Oh. Jó, oké, lerakta egy követ, oké, működik. Szabi! Itt vagyok, még mindig próbálom megölelni őket, puszítanod nekik! A barátaid kicsit furák! De jó, de hát emberek okosak nézve gondolkodnak. Nem, áó, ez engem is ilyen, Dani, ne bánts engem. Menj már akkor onnan. Na jó, de, Dani. Ölelést akarnak, ölelést. Én így játszok. Jézus Istenem. Szabi, menj már el a zombiktól. Nem tudok elmenni. Jó, ebből elég volt. Gyerünk, gyertek ide. Végetek van. Gyerünk. Közelharcba. Mindenkit szétverünk. Hol vannak még? Ott a hátad mögött! Hol? Nincs ott senki. Mi? Jó, mindegy. Itt van még egy, ennek ásúlya van! Áó, ez bánt! Igen, hát a zombik nem túl kedvesek, Szabi, végre rájöhetnél amúgy. Segítsük! Nyomik! Jézusom! Menj meg! Mi bajod van? Kérget engem egy ásóval és bánt! Hát mivel? Igen. Egy ásóval! Ja, melye, hol vagy Szabi? Ja, látom! Dani, most azon a gyereire! Léci segít, Dani! Mi bajotok van? Hol vagy, Husi? Itt van bent a bázison! A bázison! A bázison? Igen! Az hol van? Úristen, itt mennyi van? Nézzétek már itt mennyi áll! Látom! Látom! Úristen! Jaj, Jézusom! Dani, ez spónolódik újra! Elég! Nem tudom, jöjjétek meg. Na jó, srácok, mindjárt vége lesz, Jugi! Már nincsen sok! Igen, az jó lenne! Berobbantották a falat, nem én voltam! Aj! Úristen! Úristen! Jézusom! Bocsi, Szabi! Bocsi, felgyújtott forró! Bocsi, Dani! Ne! Jó! Jöttem, zombi vagy? Hoppá, azt hittem. Nem, én nem akarok zombi lenni. És nem is szavaztam a zombikra, meg nem is izéltem. Nem álltam ki mellettük, mint egyesek. Hát a Szabi volt, nem én. Tudom. Hú. Jó. Szerintem srácok. Jó, ki láncszűrésszel. Csináljuk így. Rá. Jó, oké. Hú. Szerintem megvan. Megvittük. Nem, Dani. Még egy dolgot elfelejtettünk. Mit? Mit? Mit csinálsz? Padot? Aha. Jó, oké, hát akkor... De oké, még egy szót akarok mondani. Mondjad. Minek, mert nincs saját, de azért most másét veszed el? Tényleg, hol az anyam? Azt hiszem, hogy itt van valahol. Az egy fekete petesejt volt. Elrejtettük a hajón, jó? A motor cuccoknál. Javíts meg a hajót és haza, és akkor odaadjuk. Megyek már. Istenem, mondjad, Husi, mondjad! Mi ez? Ez a telefonod? Aha. Jó, oké, és ki? Nézd meg a galériát! Mi van a galériában? Miért van neked Szabiról képed? Nem igaz! Jézusom! Husi! Azt mondtad, hogy nem fotózod meg, hogy kitörled! De én kitöröltem! Jézusom! Szabiról egy fürdőruhás kép, na jó, ez eléggé fura. Na jó, srácok! Köszi, itt voltatok velünk, találkozunk a következő videóban! Remélem, hogy tetszett! Sziasztok! Sziasztok! With the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like, here I go again. Outside says chirp, not a caravan. Told you I'ma make it.